A Pécsi Egyetemi Borbirtoknál az elmúlt években folyamatos fejlesztések történtek, idén sem lesz másként. Építik, szépítik nem csak a borbirtokot, hanem technológiai fejlesztéseket is végeznek, ami azt jelenti, hogy új telepítéseket is évről évre terveznek, illetve valósítanak meg a kutatóintézetben, mondta Madaras Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem Szőlészet és Borászati Kutatóintézet elnöke. Ebben az évben és a tavalyi 6 hektár után ebben az évben további 2 hektár új szőlőt telepítünk, ami egy kísérleti tábla lesz, ez nagyon érdekes lesz, hiszen itt van, hogy soronként, de van, hogy tőkénként más szőlő fajták, vagy pedig jövendőbeli nagy reménységek lesznek majd telepítve, amivel a kutatóink fognak, nemesítőink a jövőben dolgozni fognak még éveken keresztül, és ki tudja, lehet, hogy egyik közül az egyik, vagy következő évtized nagy slágere már itt van Pécsen. Az elmúlt években egy olyan szakmai csapatot sikerült kialakítaniuk, amely nem csak a kutatóintézetek közül kerülhet dobogós helyre, hanem a nemzetközi élvonalba is megállja a helyét, tette hozzá az elnök. Ennek egyik első mérföldköve az volt, hogy a kutatóintézet 70 éves fennállása alatt az első Horizon nemzetközi szakmai programjába is bekerült dr. Teszlák Péter vezetésével, ami egy nagyon nagy elismerés számunkra, hiszen ide tényleg csak a legjobbak kerülnek be. Madaras Zoltán szerint a bor és a kultúra kéz a kézben jár. Ezt a gondolatiságot szeretnék erősíteni a Pécsi Nemzeti Színházzal. Hiszen jó bornak is, jó színháznak is kell a cégér. Ezért azt szeretnénk, hogy közös megjelenésekkel, programokkal, akciókkal lendítsük egy kicsit tovább az élet szekerét. Egyik ilyen megjelenés lesz az, amit az online médiában fognak látni majd a kedves hallgatók, illetve nézők, hogy a Pécsi Nemzeti Színház színészei ilyen egyperces novellákat, verseket mondanak a borról, amelyeket hónapról hónapra megjelenítünk. Ez mindig aktuálisan össze lesz függve az időjárásra, vagy az évszakkal, vagy éppen a szőlészetben folyó munkálatokkal. Az egyetem és a színház két komoly brand. Közös erővel sok jót kihozhatnak egymásból. Kiváló előrelépés lehetséges mindkét fél számára, mondta Lipi Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója. Hogyha mi összefogunk, és például ilyen közös rendezvényeken veszünk részt, az segíti a másik munkáját, erősíti is. Még jobban fel tudjuk egymás munkájára hívni a figyelmet, reflektorfénybe tudjuk egymást helyezni. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó kapcsolat, nagyon gyümölcsöző. A Pécsi Egyetemi Borbirtoktól kapunk néha finom borokat, van a színháznak ugye bora is, a Pécsi Nemzeti Színháznak saját bora, amit a Pécsi Borbirtok bocsát rendelkezésünkre minden évadban. Nagy örömünkre a Borbirtok munkatársai rendszeresen látogatják az előadásainkat. A színház legutóbb egy évadnyitói társulati ülést tartott a Pécsi Egyetemi Borbirtokon. Ezt a hagyományt szeretnék megtartani a jövőben is. A terveink között szerepel, hogy olvasópróbákat is fogunk a Pécsi Egyetemi Borbirtokra vinni a színházból, ez a jövő zenéje. De nagyon jó a kapcsolat a két intézmény között, és már látjuk a hozadékait, hogyha említjük, hogy Pécsi Egyetemi Borbirtok, akkor már sokan bólogatnak, hogy igen, hallottam róla. Tehát tudjuk egymás hírét vinni a szűkebb pátriánkban és a nagyvilágban is, azt gondolom. Lipis Zsolt hozzátette, szeretnének jövőre még több új előadást tartani. Két darabbal többet mutatnak be, mint az idei évadban, ugyanis nagy az érdeklődés az előadásaik iránt. A tervekről a sajtó képviselőinek számoltak be az együttműködő felek szerdán.